Verskertet adtak át a Kertész László városi könyvtár előtt található területen május 4-én. Az átadó ünnepség előtt Balla Zoltán, Kertész László Dűlő úti szemle című versének szavait idézte. Itt minden a föld felé halad. Elfoszlik virág, lomb, tetem, penészedik a kenyér, ecetes lesz a szerelem. A megjelenteket elsőként Bakó Ildikó, a Kertész László városi könyvtár vezetője köszöntötte. Elmondta, a hajdúböszörményi verskák gondolatát az az ötlet adta, hogy a könyvtár kapuit kinyitva a helyi lakosság felé a költészet népszerűsítését szeretnék előtérbe helyezni. A kezdeményezés célja a versek olvasásának, oktatásának vagy írásának előmozdítása, a vers olvasási kedv fellendítése és megerősítése. Elhangzott, a verskertben helyet kaptak klasszikus és kortárs szerzők művei is, de helyet szeretnének adni a helyi alkotóknak is, és a kihelyezett részleteket havi rendszerességgel fogják cserélni. Sőrés István alpolgármester megnyitó beszédében elhangzott, a költészet napját Magyarországon 1964 óta rendezik meg. Ekkor ünnepeljük József Attila születésnapját, de nem csak róla, hanem a többi költőre és íróra is emlékezünk ezen a napon, valamint a költészet világnapját pedig március 21-én ünnepeljük. A városban erre a napra egy verskert átadásával szeretnék az erre járó emberek figyelmét felkelteni azzal a céllal, hogy megálljanak és egy-egy gondolatot elolvassanak. Ha ez a kezdeményezés pedig széles körben elterjed, akkor az irodalomnak van jövője. Köszöntője végén pedig Böjte Csaba gondolatait idézte. Vegyél a kezedbe egy szép verset, olvasd el többször is, a szép szavak gazdagítsanak téged. A legtöbb ember azt mondják, 2-3 ezer szót használ. Arany János közel 60 ezer szót használt fel a műveiben. 60 ezret. Hát akkor érdemes Arany Jánost olvasni, József Attilát, Ady Endrét. Persze, hogy érdemes, mert akkor tanulsz, gazdagodsz. Ezt követően a verskertben Sőrés István alpolgármester, valamennyi intézmény vezetője, valamint az iskolákat képviselő diákok helyezték el személyes kedvenc verseiknek a részleteit. A folytatásban a Bazsa Rózsa népdalkör, Csukásné Bernát Krisztina vezetésével Szabó T. Anna az Ég Zsoltára című versét adták elő. Az átadó végén közösen tekintették meg a verskertet a megjelentek.